Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mi az ő terve, mi az ő gondolata. Itt megjelennek az egerek. A kártyavetésnél azt szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs már ott. Lehet, hogy voltak nála negatív gondolatok, és ezeket a negatív gondolatokat most az egerek eltávolítják. De lehet olyan gondolat is nála, hogy fél attól, hogy elveszít téged, hogy az egerek téged eltávolítanak. A második kérdés pedig az lenne, hogy mit érez irántad. Itt látható ez a torony. Ő fogva érzi magát, nem meri kimondani az érzelmeit, hiszen fél attól, hogy elutasítod őt. Az is lehet, hogy vannak nála negatív érzelmek, félelmek, bizonytalanságok, és emiatt érzi magát így ebben a labirintusban, ebben a toronyban, és keres egy kiútat. Mivel a gondolataiban ott vannak az egerek, ő hisz abban, hogy ez a feszültség elmúlik, vagy ezek a korlátozások, hiszen az egerek el tudják ezt a toronyt távolítani. És a harmadik kérdés az lenne, mit közöl veled, milyen lépéseket tesz irányodba. Itt vannak az utak, tehát útban van hozzád. Jelenti a sors utakat is, hiszen az utatok kereszteződik. Ez utal egy találkozásra. Azon kívül ő döntéseket fog hozni, vagy elvárja azt, hogy te hozz döntéseket, hiszen ti elérkeztek az élet utatokon, most ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodtok azon, hogyan tovább, milyen irányba. A következő kártya arra utal, hogy mi fűz össze benneteket. A sors, hiszen ez a kereszt jelenti a sors utakat, amikor a sors utatok kereszteződik, vagy kereszteződött, hiszen ez a találkozás nem volt véletlen. Így van megírva a sorsok könyvében. Ez a kereszt utal a hitre is. Ti hisztek abban, hogy lesz egy közös életút, tehát legyen meg a bizalom. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.